Nem állítható, hogy a színházakban már teljesen európai bérek lennének. A hirdetési költségek azonban most közelebb kerülhetnek az uniós színvonalhoz. Azok a szervezetek, a hirdető szervezetek, amelyeknek a forrásai között eléri az állami támogatás közvetlen vagy közvetett formában az 50%-ot, azok csak lista áron vehetik igénybe a plakáthelyeket. Eddig pedig a kulturális szervezetek kaptak jelentős kedvezményt, mi például 52%-ot, tehát mostantól dupla annyiba kerül a plakát kihelyezés. Ez az utcai hirdető oszlopokra és az óriás plakát helyekre vonatkozik. Mivel a színház nem tud többet költeni hirdetésekre, ezért kevesebb plakátot fognak rendelni. Ezt ellensúlyozandó azt tervezik, hogy az internetes portálokon növelik meg az aktivitásukat. A szabadtéri játékoknak viszont az új szabályozás nem jelent korlátozást. Két szempontból sem érint bennünket, egyfelől nem vagyunk nevesítve a költségvetési törvénybe az ide vonatkozó cégek között, más szempontból a szegedi szabadtéri játékok támogatása, illetve működési költségének jóval több, mint a fele a jegybeárbevétel és a hozzá kapcsolódó bevételekből származik, tehát nem tartozunk a törvény alá. A plakát nem csak hirdetés, de önálló műalkotás is. A törvény egyik szomorú mellékhatása az lehet, hogy kevesebb művészi értékű hirdetés készül ezután.